Sziasztok mindenki! Úgy gondoltam, hogy a sok kis vidám videó mellett szeretnék egy komolyabb videót is készíteni nektek. A hajléktalanokról lesz szó, és meg szeretném veletek osztani a személyes tapasztalataimat. Én egy kis faluban élek, a legközelebbi város Baja, ott még nem annyira sok ilyen ember van, de amikor két havonta felmegyek Budapestre, ott sajnos nagyon sok ilyen emberrel tudunk találkozni. Sokan azt mondják, hogy kamu, de könyörgöm. Ő kérte, adsz, hogy mit mondott, az már az ő lelki ismeretén szárad. Egyik nap is odajött hozzám egy fiatal hölgy, azt mondta, hogy beteg a kislánya és szüksége lenne pénzre. Meg azért valljuk be, hogy adunk valakinek, akkor sokkal jobban érezzük magunkat. Valaki tényleg úgy csinálja, hogy átverés az egész, de sose lehet tudni. Nem ismered azt az embert, nem ismered az előéletét, és ha mégis átverés lenne, akkor annak az embernek is van lelki ismerete, és higgyétek el, hogy bűntudata lesz. És az az érzés, gyerekek, amikor adsz valakinek, látszik a szemébe a hála. Látszik azt, hogy őszintén megköszöni neked. Sokan mondhatjátok azt, hogy alkoholt vesz belőle, de könyörgöm, nincs senkid, fázol, utcán alszol, te mit csinálnál? Legalább még egy napig van menedék. Adni kell, nem kell azt nézni, hogy mit kapsz cserébe, mindjárt erről mondok egy történetet, mit kapsz cserébe, vagy hogy hazudik-e, adni kell. És azért tudom biztosra mondani azt, hogy az élet tízszeresen adja vissza, mert képzeljétek el, múltkor voltam egy idős néninél dolgozni. Összehasogattam a fát két óra hossza alatt, és pénzt akart adni nekem. Mondtam, hogy köszönöm szépen, nem fogadhatom el, de a csokit azért azt elfogadtam, mert szeretem az édességet. Mit ad Isten? Rá egy hétre egy hozzám közel álló ember csak úgy adott 10 000 forintot. Valahol mindig visszakapjuk az élettől. És nem győzöm kihangsúlyozni azt, hogy figyeljétek meg, ha oda mentek és adtok egy embernek, az a hála, a szemébe, a csillogás. Észre lehet venni, hogy ki az, aki őszinte, és ki az, aki nem. Ennek a videónak az a lényege, hogy próbálok arra buzdítani titeket, hogy adjatok, mert lehet, hogy nektek ez pár száz forintot jelent, de neki lehet, hogy plusz egy nap a túlélésre. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és ne felejtsetek el adni. Sziasztok!